Hát, sziasztok, sziasztok! Itt vagyok ismét egy jó kis vloggal, és közben fogok főzni egy kávét, úgyhogy bocsánat, ha itt hátat fordítok a kamerának. Hát, nyár van, és gondolom minden kerületben nyáron van lomtalanítás. Hát itt is van sajnos. És én nem nagyon értem, hogy ebben az országban, és most bocsánat, és nem szeretnék ilyen mindenféle politikai, meg egyéb ilyen rossz hangulatú, rossz szájízű dologba belemenni, de én nem értem, hogy ebben az országban miért hagyják még mindig ezt a lomtalanítási kultúrát. Tehát az, hogy lassan 30 évesen nem merek este kimenni egyedül az utcára, mert gyakorlatilag beköltöznek a ház elé, és tisztelet a kivételnek, mert persze nem mindenhol van ez így, meg alapvetően nem ítélek el semmilyen kultúrát, de az, hogy úton útfélen beszólogatnak, hogy egy putri van a ház előtt, az, hogy üvölt a zene hajnal 2-kor, mert ők bulit csinálnak, meg dajdajoznak lomtalanítás alkalmából, és ugye mindez nem úgy van, hogy megcsinálják mondjuk a lomtalanítást, mint így csütörtökön, és akkor ugye ezt az egy napot kell kibírni, hanem már kedden este kint volt a banyatankos, ilyen kis húzós kocsin a foglalt tábla, és már kedden este itt voltak a ház előtt, hogy akkor most lomtalanítás van, és akkor ők most így megérkeznek ide. Hát köszönjük szépen, de én őszintén szóval én ebben nem kérek. Tehát én nem szeretem azt, hogy ide költöznek a házunk elé, és mondom még egyszer, nem azért, mert nekem az ő társadalmukkal vagy közösségükkel van problémám, mert már eleve sajnálatos dolog az, hogy egy országban embereknek a szemétből kell megélni. Mert ugye mit csinálnak ezek a szerencsétlenek? Ők abból élnek, amit mi kidobunk. Ami borzasztó szomorú. És ezért mondom, hogy én nekem nem azzal van bajom, hogy ők ezt így intézik, mert már az szomorú, hogy erre kényszerülnek, hanem azzal van a bajom, ahogy ez az egész történik. Tehát az, hogy olyan kupleráj, olyan undorító putri van ilyenkor a ház előtt, és napokig, és nem az, hogy addig, amíg a lomtalanítás tart, mert a lom is kocsi mit csinál, a nagyját elviszi. És az ilyen szemét, apró, ilyen üvegtöredéktől kezdve, ilyen bútorlap maradványokon keresztül egy csomó retek meg dzsuva ott maradt a ház előtt, amit nem fog más föltakarítani. Tehát eleve ezzel a környezettel van bajom. Én nem gondolom, hogy ebben az országban még mindig olyan kultúrája kell legyen a lomtalanításnak, hogy évente kétszer lomtalanítást tartsunk, illetve nem hiszem el, hogy az embereknek tényleg ennyi szemetük van, amit így ki lehet ilyenkor dobálni, vagy miért panaszkodunk, hogy senkinek nincsen semmije, amikor a lomtalanítás alkalmával egy egész lakásberendezés ki van baszva az utcára. Már bocsánat a kifejezésért. Tehát, hogy én nem hiszem el, hogy ezt nem lehet úgy megoldani, hogyha akinek éppen szemete van, az fogja magát, nézzen ki egy napot egy ilyen társasház, mint ez is egy panelház, béreljenek egy konténert, összedobva a közös költségből, mert ezekre a dolgokra van ugye a közös költség kitalálva, vágják be a konténerbe a szemetet, és ne legyen ez, hogy 3 napig nekem ingyen konyha van a házam előtt, és azt hallgatom, hogy üvölt a gyerek, és azt hallgatom, hogy a nótármérit üvöltetik meg a többi. Mondom, tehát, hogy én nem hiszem el, hogy nem lehet ezt valami normálisabb módon megoldani. Az, hogy most jelenleg ebben a kerületben, így hétről hétre, illetve hát napról napra másik helyre, ha megyek, akkor ott találkozni fogok egy óriási nagy szemétkupaccal, aminek a tetején ül 2 ember így, és a közelébe sem ennyi, mert az már az övé. Tehát, hogy ez is vannak olyan emberek sajnos itt ezekben a szituációban, akiket valószínűleg egyébként nagy ívbe elkerülnék, de így, hogy itt vannak a ház előtt, így nem tudom kikerülni őket. És amikor már eleve úgy áll hozzád, hogy beszól, meg lányként is mondjuk kimegyek rövid nadrágba, és utána cicegnek, meg füttyögnek, de ilyen gusztustalan módon, és ezt én nem bírom, én ezt nagyon-nagyon nem szeretem. Sajnos ellene tenni nem tudok, maximum annyit, hogy én speciál személy szerint nem rakok ki a lomira semmit, tehát amikor nekem szemetem adódik, akkor én azt kidobom,
ha olyan nagyobb mértékű szemetem adódik, akkor ezt megpróbálom aktuálisan megoldani. Tehát eleve nem tárolgatok egy éven keresztül semmit azért, hogy majd a lomtanítás alkalmával kidobom, mert majd jó lesz az alomira. Tehát, hogy lehet, hogy másnak ennyire sok fölösleges helye van, de nekem nincsen ennyire sok fölösleges helyem, hogy egy éven keresztül tárolgassak mondjuk egy asztallapot, vagy egy asztalt, mert majd a lominál kidobom. Illetve hát a ruhák még ilyen, tehát hogy ruhahegyek vannak ilyenkor kidobálva a lomira. Pont valamelyik nap jöttünk haza az Őrsről, és az Őrsön az IKEA mögött van egy ilyen ruhás konténer, ahova ugye a kinőtt, vagy már nem használt ruhákat be lehet dobni, és akkor azt elvileg eljutatják segélyszervezeteknek. Na most ilyenkor, amikor az ember elmegy egy ilyen ruhás konténer mellett, és azt látja, hogy a benne lévő ruhák ki vannak túrva a konténer elé, és szanaszét vannak dobálva a konténer környékén, mert kitúrják, mert kialakítottak már, van egy ilyen fémpálca, amiben kikukázzák onnan a ruhákat. Tehát, hogy akkor inkább úgy vagyok vele, hogyha már ilyen ruháim lennének, akkor azt én célirányosan elviszem a segélyszervezetnek. Tehát nem egy ilyen konténerbe dobom be, mert nem fog eljutni oda, ahova szánod. Vagy lehet jótékonykodni, és odaadni olyan családoknak személyesen, akiket mondjuk te ismersz, vagy a környezetedben vannak, akiknek szükségük van ezekre. És ugyanez a véleményem a lomira is, tehát amikor elvileg ezek olyan dolgok, amiket kidobálunk, ami ugye nem szemét, hanem egyszerűen csak nincsen már rá szükséged, akkor én úgy gondolom, hogy mindenki ismer valószínűleg legalább egy olyan családot a környezetébe, akinek szüksége lenne valamire, akár egy asztalra, akár kettő darab székre, hogy le tudjanak ülni az étkező asztal közé, illetve köré. Én úgy gondolom, hogy a lomtalanítás helyett, hogy kidobálod az utcára a cuccokat, és putrit csinálsz a saját házad előtti területből, oké, hogy közterület, de ilyenkor egyszerűen rosszul esik végig menni az utcán. Meg nem biztonságos, sajnos ugye tudjuk, hogy miért nem. És én úgy gondolom, hogy ezt a sok szemetet, amit kidobálunk, ezt gond nélkül el lehetne juttatni olyan családoknak, akiknek tényleg szükségük van rá. Egy pici anyagi ráfordítással. Én sem állok annyira jól anyagilag, hogy most végig jótékonykodjam az életemet, de úgy gondolom, hogy ha van mondjuk egy konyhaberendezésem, amire nincs szükségem, akkor nem kidobom valamira, hanem bérelek 5000 forintért egy teherautót, vagy 10000 forintért egy teherautót, és elviszem egy olyan családnak, aki örülne neki, hogy végre egy kicsit fel tudja újítani a konyháját, vagy hozzá tud egy kicsit toldani. Mert mindenki ismer ilyet. Mert nem mondjátok, hogy nem. Mindenki ismer egy olyan családot, ahol jól jönne. Vagy tegyük föl, van egy fiatalabb barátod, barátnőd, aki éppen most kezdi az új életét, költözik albérletbe, bútorozatlan az albérlet. Ideiglenesen, tökéletesen jól jönnek ezek a berendezések az ő számára is. Nem a legszebb, nem a legjobb, nem a legmodernebb, de van. És addig is az övé. Utána pedig, hogy amikor már ő is egy kicsit helyre jött, és be tudja rendezni a saját albérletét, akkor utána szépen lehet továbbadni. És nem lenne ennyire sok probléma. Lehet, hogy szedett-vedettnek tűnik elsőre, de ha belegondolunk, szerintem még mindig jobb megoldás, mint ami ilyenkor történik. Mert ugye ezzel is az a baj, hogy ezeknek a családoknak a nagy része nem önmagának kukázza ki azt a bútort, hanem kimegy utána a bolhapiacra, és eladja idős embereknek, akiknek mondjuk szükségük van rá, vagy gyűjtőknek, vagy tök mindegy. De én nem úgy gondolom, hogy itt mindegyik, aki a foglaltáblával, a felirattal és a teherautóval járkál, mindegyik rászoruló család lenne. Szerintem inkább nekik ez a kenyérkeresési lehetőségük. De mondom még egyszer, én borzasztó szomorú dolognak tartom azt, hogy létezik olyan ország, ahol emberek ebből kell, hogy megéljenek. Tehát, hogy sok kifogásolni valóban van a mégis hazánkkal, de nem megyek ebbe bele, mert ez egy egész estés vlognak megfelelne, tehát, hogy nagyon-nagyon sok baj van ezzel az országgal, ahol mi élünk, és ahogy mondom, többek közt az, hogy itt egyszerűen nem tudják azt megoldani. Persze mindenhol vannak szegények, mindenhol vannak gazdagok, nem is erről van szó, de nézzünk meg más
európai országokat, ahol működik a gazdaság, hogy eleve nincs ilyen, hogy lomi. Nagyon sok országban már nincs ilyen, hogy lomtanítás, mert nincs ilyen. A másik fele pedig sokkal kevesebb ember él az utcán, meg sokkal kevesebb ember kényszerül rá arra, hogy a kukából túrja ki másnak a használt cuccait. És tudom, lehet erre azt mondani, hogy ha nem tetszik, akkor pakolsz, pucolsz és el lehet menni az országból. Sokat gondolkodtam rajta, de alapvetően azt gondolom, hogy ott sem lesz kolbászból a kerítés, viszont itt legalább itt van a családom, itt van a párom, itt vannak a barátaim, és ráadásul nekem tegyük hozzá, hogy még nincsen szar életem, mint másoknak, úgyhogy én igazából nem is panaszkodhatnék, de sok mindenre nem értek egyet ebben az országban. Mindegy, a lomtanításról ennyit, biztos, hogy mindenkinek meggyűlt már a baja a lomtanítással, csak egy sztori még hozzácsatolva, tavalyi évben jártam így, nem is tavaly, tavaly előtti évben jártam így, még a régebbi biciklim volt meg, ugye, aki követ, az tudja, hogy van egy idézőjelbetéve modernebb mountain bike bringem. Még az előtte lévő biciklim az egy jó 20 éves ilyen tipikus régi fajta mountain bike bicikli volt, és jöttem hazafele anyuékhoz látogatóba, azt hiszem, és lomtanítás volt itt a kerületben, és utána kiabáltak, hogy nem teherautó, ilyen platós kocsiból, hogy megveszi a bringámat 2000-ért. Én meg mondtam neki, hogy közle, nem eladó. De hogy benne én adjam el a biciklit, meg a szálljak le a bringáról, meg az majd ő megveszi, meg majd én de jó járok, meg akkor legyen 5000, meg mit tudom én, és utánam jöttek, rendesen utánam jöttek kocsival, és mondta egész végig az ember, hogy merül meg akarja venni a biciklimet, mert én adjam oda neki a biciklimet, és az a mázli volt, hogy itt a patak partján el volt, akkor valami felújítás, és lezárták azt az utcát, amin én mentem, autóval, tehát én biciklivel ki tudtam kerülni ezt az ilyen nagy betonelterelő falat, viszont így egy kocsival nem tudott tovább jönni. Tehát azt, hogy menet közben gyakorlatilag kilopják a biciklit alólad, mert egy szájelemű ad érte 2000 forintot, na nem árt. És én tudatosan tudom magamról, hogy a hétköznapokban elkerülöm az ilyen embereket. Tehát ha látok egy ilyen kinézetű embert, és tudom, ne ítéljünk külsőre, stb. Blabla, tök mindegy, de ha látok egy ilyen embert az utcán, én átmegyek a túloldalra. Tehát én megpróbálom tudatosan kerülni az ilyen jellegű konfliktusokat. Aluminál sajnos nem tudom ezeket kikerülni, úgyhogy kénytelen vagyok ezzel együtt élni. Biztos, hogy mindegyikötöknek volt már ilyen érdekes története, illetve hát sajnos biztos volt már mindenkinek ilyen története. Nem tudunk ezzel mit csinálni, de én úgy gondolom, hogy odafönt egy kicsit körül kéne nézni így a parlamentbe, és elkezdeni gondolkodni, hogy mit lehetne a lomtanítás helyett kitalálni a szemétnek az elszállítására, és egy praktikus megoldást kitalálni arra, hogy az ilyen felgyűlt pince maradványokkal mit lehessen csinálni. Köszönöm szépen, hogyha velem tartottál, ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel. Elérhető vagyok Instagramon is, úgyhogy keresetek, kövessetek. További szép napot nektek, aztán ne dobáljatok ki semmit a lomira, adjátok oda valakinek, akinek szüksége van rá. Sziasztok!